Nos, a színpadon tehát Daryl Gurney és Dima. Hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az Ausztrára, már csak azért is, mert az idei négy Players Championship versenyből van egy döntője, meg egy elődöntője, úgyhogy ezek alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy kiváló formában van, hát meglátjuk, hogy a színpadra át tudja menteni ezt a formát. Fogadóirodák is úgy kalkulálnak, hogy Hete az esélyesebb. 1,66-ra tagsálják az ő sikerét, még Gurneyét 2,09-re. Ez nyilván azért szól a kiemelt, nem kiemelt státusznak is. Egyébként érdekes, mert annak ellenére, hogy Hete itt most 12. kiemeltként van jelen, neki is debütálás ez az International Darts Open színpadán. Korábban ő még soha nem jutott be erre a tornára. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan veszi az akadályt. Ugye az előző mérkőzésen egy kiemeltől elbúcsúztunk José de Souza személyében, és ugye van egy nagyon fontos szabály, 2018 óta él ez a mutatvány, hogy a kiemelt játékosok csak és kizárólag akkor kapják meg a pénznyereményeket a ranglistára, tehát zsebbe megkapják, attól nem kell félni, hogy éhen halnak, de a ranglistán csak akkor kerül jóváírásra a pénznyereménye a kiemelt játékosoknak, ha túljutnak a második fordulón. Tehát De Souza most megkapja azt a nyereményt, amit ugye a 32 között kiesőknek kifizetnek, ez ugye 2000 angol fontot jelent, viszont ez neki a ranglistán nem kerül jóváírásra, tehát Hetának ezért is nagyon fontos, hogy nyerni tudjon, hogy az a 2000 font, illetve hát a legjobb 16 közé bejutva már 3000 font, az neki a ranglistán is megjelenjen. De ennek megfelelően Daryl Gurney nem volt kiemelt, tehát ő játszott pinteken, és mint, hogy itt van, ebből egyenesen következik, hogy nyert is, méghozzá Fabian Schmutzler ellen nyert, méghozzá 6-2 arányban. 6-2-re viszont nem egy nagyon izmos teljesítménnyel, egészen pontosan, mert veszem is elő a kis stat összesítőmet, 86,74-es körátlaggal. Nyilván elég volt ez is a győzelemhez, tehát a győzelmet azt nem kell megmagyarázni. Ó, az szépen leesett oda. Na, hozzáér a táblához? Nem ért hozzá, tehát mindössze 80 pont a dobás így. Egyébként kettejük egymás elleni örök mérlege, az eléggé szűk, mindössze 2 mérkőzésre kell visszatekintenünk. 2020. november 13-án az abban az évben megrendezett Players Championship sorozat 22. állomásán a 32 között Hete nyert egészen pontosan, na, másik lap, 6-2-re, míg 2021. október 22-én a 27. Players Championship 180! Tehát 2021. október 22-én a 27. Players Championship fordulón szintén a 32 között, szintén Hete nyert, de akkor 6-4-re. Úgyhogy ők úgy néz ki, hogy hozzá vannak ahhoz, hogy mindig a 32 között találkoznak egymással. Dupla 8 a játék. Nincs meg a kiszálló. Tripla 19 vagy tripla 20. 16-os. Nem kiáll, akkor viszont marad a 20-asom. És akkor dupla 18-ra vissza kell állni a helyére. Úgy van, megtalálta, és dupla 18. Ő sem oldja meg. Újabb 3 nyíl az Ausztrálnak. És az már ott van a helyén. Az első kezdése megvan. Ugye Hetával kapcsolatban mondtam, hogy jól teljesített az idei Players Championship versenyeken, de ez Gurneyre is igaz, mert hogy neki is vannak elődöntői, negyeddöntője, nyolcaddöntője, még egy nyolcaddöntő is egyébként kifejezetten jó eredménynek számít egy olyan mezőnyben, ahol ugye 128-an indulnak egy bizonyám Players Championship versenyen, és ezek közül 3 olyan torna volt a 4-ből, amikor a legjobb 16-ig jutott Gurney, úgyhogy ez azért eléggé jó teljesítménynek mondható. Igen, ugye a Players Championship az egy nagyon masszív verseny, bár ugye ott nem színpadon játszanak ezek az úgynevezett floor meccsek, bár vannak belőle streamelt mérkőzések, ugye főleg a végjáték elődöntők, döntők azok már élesben, élőben szoktak menni a PDC hivatalos stream oldalán. És igazság szerint egy ilyen napot majdhogy nem sokkal nehezebb végigtolni, mint akár egy estét lejátszani egy színpadi versenyen, színpadi körülmények között, hiszen ott ahhoz, hogy valaki eljusson a torna győzelemig, nem nehéz kiszámolni, 7 mérkőzést kell nyernie, és ott folyamatosan pörülni kell, ráadásul azért is, mert
általában az ilyen floor versenyeken jönnek az underdog játékosok, akiknek színpadi rutinjuk nincsen, de hogyha nincsen színpad, nincsen közönség, hanem csak tisztán a darts van, akkor azért nagyon komoly meglepetéseket tudnak okozni. 16. Egyelőre a görnyi szurkolók a hangosabbak, bár most ebben a csöndben nagyjából három északi rajongónak elég volt a háttérben üvöltöznie. Igen. De ettől függetlenül egyébként egyáltalán lehet panasz a hangulatra, azért itt énekelnek, hangoskodnak a szurkolók, úgyhogy ennél azért sokkal rosszabb hát helyszíneket, versenyeket is láttunk itt az arénai és közvetítéseink során, úgyhogy nem akarjuk azt mondani, hogy Gibraltár. Nem lesz meg a 149-es kiszálló hetának. 19-re vált. Nagyon szép 137-tel marad a 12, viszont Görnynek 48-ra ott az esély. Kettő nyíl a duplán. Egy is elegendő. 1-1. 16 nyilas legre, 17 a válasz Daryl Görnytől. Hát a kezd most ezúttal. Nem is akárhogy. 140. A válasz sem marad el. Váltás 19-re, nem 17-re, az is nagyon jó, 131. Ez kvázi egálállás a legezen szakaszában, 9 pont az nem különbség. A világbajnokságon mind a ketten egyébként hasonló szakaszban búcsúztak a 16 közé jutásért, Görnyt cross ejtette ki. Hetának pedig volt olyan pehe, hogy már ott találkozott Peter Wright-tal. Hát ez a darts, ez nagyon sokszor igazságtalan tud lenni, amikor a sorsolások elkészülnek. Ideje korán olyan párosítások össze tudnak jönni, amelyek inkább ilyen elődöntőnek, döntőnek illenének be. De mondjuk pont a világbajnokság esetében nagyon nincs mit tenni, hiszen ott a világranglista helyezés 180! Ugye a világranglista helyezés alapján helyezik el a játékosokat a főtáblán. Így van. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a saját teljesítménye okán van ott mindenki. Pontosan. Ahol éppen áll. Na Görny előtt itt a lehetőség, hogy az első break meg legyen a mérkőzésen. Nem már! Komolyan! Dupla 6. Ezért most egy képletes tockost azért ki lehetne osztani az északérnek, hiszen abban az esetben, ha az ellenfél kiszállón van 90-nél, nem kezdünk tripla 18-ra, mert menni kell a 20-20-ra, hogy mindenképpen legyen esélyünk arra, hogy akár két szimpla szektorral is duplára érkezzünk meg. Most Heta nem büntette ezt a hibás választást Görny részéről. Nincs meg. Viszont nincsen meg a kiszálló. Dupla 20-ra van 3 nyira Hetának. És meg is olja első nyíla. Hát ezt most nagyon sajnálja Görny, mert 6 nyira volt a 90-re. Nem oldotta meg. Váltás megint. 97 a kezdés. Körátlagok annyira nem térnek el egymástól. 95-17 Hetáé, 93-66 Görnyé. Bár ezzel a 139-el megugrik az ausztrál 97-80-ra. Az első 9 nyilasban viszont Görny a jobb, 108,10 a neve mellett, míg Hetának 93,0. Aki majd a legnagyobbakra kíváncsi, annak nem meglepetés, hogy este fognak majd játszani a világranglista első 5 helyén álló játékosok. Jönnek majd szép sorban. Kivéve James Védet. Igen, Véd még délután van, igen. Jó étvágyat.
de jön majd Michael van Gerwen, Price, Johnny Clayton, Peter White, Michael Smith, ez a sorrend majd az esti program végén. Igen, azért elég beszédes tud lenni az, hogy a világranglista negyedik helyezettje az a délutáni programba fér bele, hát ebből is látszik, hogy mennyire masszív a mezőny. De nyilván itt azért belejátszik az is, hogy az elmúlt időszakban kinek milyen eredményei voltak. Ugye az esti etap vonatkozásában a világranglista helyezések alapján Johnny Clayton lenne az, aki kilóg egy picit a sorból, de hát mégiscsak egy Premier League címvédőről van szó. Többek között, mert azért van még neki pár kiváló eredménye a tavalyi évből. Közben Heta 131-jel letette magát egy nyilas kiszállóra, és itt az esély arra, hogy elvegye Gurney kezdését. És meg is rohagyja első nyillal. Nagyon szépen kiszállózik az ausztrál, mindössze 5 nyilat dobott el a három duplára, a három duplához. 60%-os hatékonyság, míg Gurneynek 6 kísérletből egy találat, ami 17%. Ez azért eléggé jelentős különbség. A váltás. Na, itt tipikus esete annak, hogy nem figyelünk oda a számolásra. 342-t hagyott magának Heta, amiről nem tud leérkezni kiszállóra a következő körben. 180! És így, hogy Gurney dobott egy maximumot, ennek lehet jelentősége. 140. És jön egy triplája Gurneynek. Váltás. Marad a 130.3 kör alatt lent van kiszállón. Daryl Gurney. Most megindul Heta is, egy tripla jött, még egyel jó helyen van. Hát mondjuk nem a tripla egyre gondoltam, meg szerintem ő sem. Legtöbb játékos ebben a helyzetben már váltott volna búra az utolsó nyillal. Hiszen ha 25-öt talál, akkor is maradt 97 pont, ami két nyilas kiszálló. Így viszont a 119 picit macerásabb, 19-el kell kezdeni. Tripla 20, dupla 20. Az jó, dupla 20-ra egy nyíl. Meg is csinálja, gyönyörű kiszálló, Damon Heta 67%-kal értékesíti a duplákat eddig a mérkőzésen, és 4-1-re vezet, közel 100-as átlag, 99,72 egész pontosan. Úgyhogy Daryl Gurneynek iparkodnia kell, hogyha nem akar búcsúzni a további küzdelmektől. Ez mondjuk az iparkodás egyik jele, hogy 140-nel indít. Az előző mérkőzés nem is tudom, hanyadik leg volt, valamikor ilyen 8-9-10. Leg környékén volt az első, ami nem volt meg 5 kör alatt. Igen. Itt most egy eléggé érdekes szituációt látunk, ami ezen a szinten ritka, hogy két szimpla egyes után egy szimpla hetes talált, úgyhogy kemény 9 ponttal indította ezt a hatodik leget. De gyakorlatilag ezt a partit akár már el is engedheti. Na, Jared Leto személyesen. Szeretjük ezeket a jelmezversenyeket. Jön a tripla. Második az fölötte van, maradott a tripla 20-ason. 140. Na, így egészen jól utal érte Gurney. Igen, így azért még lehet keresni valója Hetának ebben a legben. És mire ezt a gondolatot így kiejtem a számon, egy gyönyörű 168-as kerekítéssel Gurney 16-ra érkezik meg. Bár mondjuk ahogy eddig dobta a duplákat, még ez sem életbiztosítás az Északír számára. Hát a kiszállón, de lesz a lehetősége rádobni? Nem. Nem. Első nyíllal ezúttal megvan. A dupla 8, 4-2. Picit szűkíti az ollót Daryl Gurney, de hát azért még mindig nagyon sok van vissza.
lélektanilag mindenképpen fontos lenne Görny számára, hogy most elvegye Heta kezdését, hogy visszavegye a break előnyt. Hát igen, meg hogyha most nem teszi meg, akkor most csak egyetlen egy lehetősége lesz erre. Igen, hát onnantól kezdve mindegyik leget nyernie kell az életben maradáshoz. De hát ő ezt tudja nagyon jól. Nagyon fönt. Az már jó helyen. Ez is 140. Nagyon szépen ott van mellette a harmadik nyíl is. És ezzel Heta már százas átlag fölött. Görny sem akar azért lemaradni. 2.22-nél figyelni kell a matekra. Ha nincsen tripla, akkor váltani kell. És váltani kell 18-asra vagy burra. Így van, marad a 164. Első nyíl a helyén. És neki is. Marad a 20-ason. No. 164-161. Két tripla, 19 kellene az Ausztrálnak. Megvan. A második is. Bulla végére. Oh! Lehetett látni, hogy egy picit arrébb dobta, arrébb tolta a drótot. 161. Itt is kellene két tripla. Így már nem lesz meg. Bulla végére. Így van. Kilences a helyén, dupla 8-ra 2 nyíl. Elég egy is. Nagyon-nagyon maga biztos a kiszállózásnál is ez. Elegendő ahhoz, hogy egy ilyen nagy előnyt építsen magának. Egy legre a mérkőzés megnyerésétől Damon Heta. 63%-kal dobja a duplát. Nincsen tripla. Igazából ezt a leget akár le is pihenheti Heta. Neki a következőre kell inkább összpontosítania, amit első pályáról fog majd játszani. Nyilván, hogyha az esély ott van, akkor akár ebben a legben is meg lehet ragadni, de nem kell megszakadnia azért, hogy 6-2 legyen. 6-3-mal ugyanúgy tovább lehet jutni. 140-nel azért megy szépen Görny után. Hát ez ilyenkor kb. Olyan, mint a Forma 1-ben, amikor folyamatosan tapadok az előttem lévőre, jelezvé, hogy itt vagyok, hát ha hibázik. És Görny most azért bele is hibázott, hiszen nem dobott triplát. Heta viszont még egy kiszállón lesz. Meg is dobja. És innentől kezdve helyzeti előnyben van az Ausztrál, hiszen előbb próbálkozhat meg a kiszállóval, mint Görny. Ráadásul ez egy tripla nélküli kör, úgyhogy Görny nagyon magasan. Tripla 20. Nincsen. Most állnak egálom. Bulla végére. Az meg is van. Nagyon szép, 71 marad. Itt az utolsó nyilal azért megy burra, hogyha 25-öt talál, akkor is 96 pontja marad, ami két nyilas kiszálló. Vannak ezek az apró finomságok a darts matematikában, amire a játékosok azért többségében szeretnek odafigyelni. Tripla 13 nem jön, 18-as, és egy mérkőzés nyíl ott van Hetának, viszont ez most fölé megy. Ja, de Görnynek 100 fölött itt kellene megoldani ahhoz, hogy mérkőzésben maradjon. Tripla 19-re fog kezdeni, az helyén jó. Van. 12, helyén van, dupla 16. Az nincs a helyén. És akkor Damon Heta 3 nyíl a dupla 20-ra ahhoz, hogy megnyerje a mérkőzést. És az és már kettő ott is elég van. Neki. Maga biztos teljesítmény az Ausztráltól, ezúttal a fogadóirodák sem tévedtek. Ez egy önbizalomtól duzzadó játék Damon Heta elővezetésében. Igen, a végére azért pár hiba becsúszott még a duplán, de még így is nagyon masszív 55%-os hatékonysággal értékesítette Heta a kiszállókat.
mindössze 11 nyíra volt szüksége a 6 duplához, míg Görninél 8 kísérlet kellett a kettőz, ami 25%. Ez döntő jelentőségű volt ezen a mérkőzésen. Az átlagokban azért olyan nagy különbség nincsen, Heta 98-24, Görnin pedig 94-67, tehát ez a meccs egyértelműen a duplákon ment el az északír számára. Úgyhogy Heta debütálóként megnyerte az első mérkőzését, és kiemeltként megnyugodhat, hogy jóvá lesznek írva a világranglistán is az itt megszerzett pénznyeremény. Mi most tartunk egy rövid szünetet, és hamarosan folytatjuk Krzysztof Ratajski és Louis Williams mérkőzésével.